Gól nélküli döntetlent ért el a marosvásárhelyi ASEAN második ligás labdarúgó csapata a Kindia Törgovisti ellen. A mérkőzés olyan körülmények között zajlott, hogy a múlt héten a kezdőcsapat fele elhagyta a marosvásárhelyi klubot az anyagi gondok miatt. A csődbíróságon pénteken tárgyalták a klub csődjének a kimondását, az ítélet kihirdetését azonban október 6-ára halasztották. A Kindia elleni találkozó előtt az ASEA a rangsorban a harmadik helyen állt. Ezzel a ponttal elméletileg továbbra is versenyben van a feljutásért, ám a jelenlegi helyzetben ez a pont is jónak számít. Sőt, akár győzelem is lehetett volna, ha Mijoković nem a kapufát találja el az első félidőben. Az ASEA a következő fordulóban szombaton Bukarestbe a Metalo Globushoz látogat. A női kosárlabda bajnokság újra sorsolására kényszerült a szövetség, miután az eredeti 12 csapat közül csak 10 maradt a mezőnyben. Jászfásár után Törgovisti is bejelentette, hogy nem indul az új idényben. A kiesett mérkőzések pótlására a szövetség egy újabb kört tervez az alapszakasz után, amelyet torna formájában semleges pályán játszanának le a csapatok. 4-4-es döntetlenre játszott a Székelyudvarhelyi Futsal Klub és a Temesvári Informatika a teremlabdarúgó bajnokság harmadik fordulójának rangadóján. A találkozó során mindkét csapat bizakodhatott a sikerben, végül igazságos pontosztozkodásra került sor. Villámrajtot vett a Székelyudvarhelyi FK a Temesvár elleni rangadón. A sportcsarnok zsúfolásig megtelt lelátói már az 5. percben ünnepelhettek Szécsi találata következtében. A hangulat az egekbe szökött, miután a 8. percben már 3-0 volt az eredmény mánya két gólja következtében. A vendégek azonban nem szeppentek meg, és a 15. percig ledolgozták a hátrányt. 3-3 után hosszú ideig nem esett gól, de a 29. percben Savio egyéni akciója után vezetéshez jutott Temesvár. Az udvarhelyiek a végjátékban lehozták a kapust, de az egyenlítést egy labdaszerzés hozta 26 másodperccel a vége előtt. Úgy gondolom, hogy ez a 4-4-es döntetlen, ez egy igazságos döntetlennek mondható. Nagyon nehéz meccsre számítottunk, ez be is következett, és azt hiszem, hogy a jó kezdésünknek köszönhetjük azt, hogy 3-0-ról sikerült tartani a temesvári rohamokat. 3-0-ról megfordították a mérkőzést, de úgy gondolom, hogy hittünk az utolsó pillanatban a pontszerzésbe is, ennek meglett az eredménye. Az első liga rangsorában 3 forduló után mindkét csapatnak 2 győzelme és 1 döntetlenje van. A bajnokság jövő héten szünetel a válogatott grúziai kiszállása miatt. Ezt követően a székelyudvarhelyi csapat számára egy könnyű mérkőzés következik. A szebb napokat is látott Marosvásárhelyi Citias otthonában.